Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, hogyha megengedik, akkor elkezdenénk a program szerint nekünk adott lehetőséget a beszélgetésre. Szeretném bemutatni a beszélgető társaimat, de nyilván nem kell őket bemutatni. Tóth Klára akadémikus asszony, Péter Fi András egyetemi tanár, rendező, operatőr, és én pedig Kolarik Tamás vagyok, a médiatanács tagja, és az a megtiszteltetésért, hogy én moderálhatom ezt a beszélgetést. Azt szokták mondani, hogy a moderátornak háromszor van nehéz dolga a beszélgetés vezetés során, az hogyan kell elkezdeni, aztán a közepén hogyan folytatja, és végül hogyan zárja le. És azért azt találtam ki, hogy avval kezdenénk a mai beszélgetésünket, hogy tegnap az autóban, amikor vittem haza a legnagyobb kisfiamat, akkor elmeséltem neki, hogy ma hova jövök és mit fogok megnézni, és nagyjából elmeséltem neki a film sztoriát, történetét. 56-ról nem kellett neki mesélni, arról már elég sokat tud, 10 éves a Berci. És az első kérdés, amit feltett a kocsi hátsó üléséről, hogy hogyan vitték ki ezeket az anyagokat, mert hogy nyilván akkor ezt nem lehetett könnyen megtenni. Most akkor én egy 10 éves gyermek őszinte kérdésével kezdeném el ezt a beszélgetést, azzal kiegészítve, hogy egyrészt tudjuk, hogy nem csak Zsigmond Vilmos vitte ki az anyagokat, hanem beszélhetünk akár Mikó Józsefről, vagy az ő apósáról, aki behordta ezt az amerikai követségre. És azt is meg szeretném kérdezni a kedves beszélgetőtársaktól, hogy vajon mit vittek ki. Tehát mobiltelefont, floppy lemezt, vagy más adattároló egységet, mert szerintem ez mind a film összeállítása, mind a film szerkezete szempontjából nagyon fontos kérdés, hogy hogyha én jól tudom, akkor 60 méteres tekercsekkel mászkáltak akkor, amiből nagyjából 2 perc, 2 perc 20 másodperc anyagot lehetett rögzíteni, és mint a filmen is látszik, ez ideáltipikus esetben 10-15 másodperces nittek beállítására volt elegendő. Nyilván ez a film szerkezetén, meg az archív anyagok elhelyezkedésén látszik. Tehát én ezzel az egy kérdéssel, ami igazából három részre osztható, szeretném átadni a szót Klárának vagy Andrásnak előbb. A nonverbális jelekből úgy látom, hogy Klára azt kéri, hogy András válaszoljon először. Először ezt az anyagot azért föl kellett venni, nem csak ki kellett vinni. 7 stáb dolgozott, 8, ahogy Szőcs István mesélte, a Hunniában a munkás tanács azonnal döntött, hogy 7 állandó stáb, mozgó stáb működik. Ezek kis tábok voltak, és kis Ariflex kamerákkal dolgoztak. Ezt csak azoknak mondom, akik tudják, ez néma, tehát néma Ari nem vesz hangot. Egyetlen hangos jelenet van benne, a Mincenti, ugye. Na most ezt csak azért mondom, hogy kis tekercsekben van a film, minden mozgósítható filmet elforgattak, raktárból, főiskoláról, mindenhonnan, és az egész Gyarmat utca tudta, hogy film készül. És mindenki azt gondolta, hogy ez dokumentum, ami soha vissza nem térő dolog, hogy ezt rögzíteni kell, és nem is gondolkodtak abban, hogy ez film lesz. És volt egy olyan munkástanács ülés, tulajdonképpen a gyár ülése, én nem voltam ott, mert 10 éves voltam, és nem itt, de ahogy Szőcs István elmesélte, ott tulajdonképpen fölkínálták az embereknek, hogy ki az, aki kimeri vinni Bécsig az anyagot, és nagyon nehezen alakult a dolog, míg a Willy föltette a kezét, hogy ő elmenne. És akkor tulajdonképpen elég hosszú és bonyodalmas, nem mondom el, nem csak a hátizsák történet, hanem egy autógumiba volt egy jó ideig elrejtve, aztán egy szárkubban a határ mentén, és amikor Bécsig elmentek, akkor nagyon sokan kvázi jelentkeztek vásárlók, vevők, tehát külföldi hírügynökségek, hogy ezt vesznek, azt vesznek, de aztán fanyalogtak és eltűntek, és végül is aztán erdélyi, a Kárpát filmnek a vezetője vette meg az anyagot, és Szőcs István ironikus mondása szerint 56-ból egyedül Erdélynek volt haszna. Köszönöm szépen. Még egy kérdést szeretnék feltenni, ugye arról volt szó, hogy 8-10 stáb dolgozott, hogyha én jól tudom, akkor 3 kibocsátó helye volt az operatőröknek, akik felvették ezt az anyagot, a Hunnia, a Híradó és Film Dokumentumfilm Filmgyár, illetve még a Színművészeti Egyetemről is ment ki egy fiatal ember, aki utána Párizsba kényszerült távozni, és akkor Klárának átadnám a szót. Én csak a Szandrás által mondottakat szeretném kiegészíteni.
Én úgy olvastam a Filmintézet könyvtárába egy kéziratos interjúba, hogy Zsigmond Vilmos elhatározta, amikor látta, hogy ennek a forradalomnak vége, és hogy itt visszaáll minden ugyanabba a régi vágásba, amitől meg akartak szabadulni, hogy ő elhagyja az országot. És hogy amikor már ez a döntése megszületett, mert azt mondja, otthon hideg volt, az ablakai be voltak törve, a város szét volt lőve, ő neki semmiféle hangulata, kedve ahhoz, hogy itt maradjon, nem volt, és akkor ő mondta a kollégáknak, hogy ő elmegy, és akkor mondták, hogy hát ha te úgyis elmész, akkor már vidd magaddal ezt a pár dolgot, és akkor az autógumiba tették, de az összes teherautót ugye igazoltatták, ki kellett szedni, és akkor így vitte el. Tehát a Zsigmond Vilmosnak egy mélységes magánéleti válságot is okozott, tehát ez számára ennek a forradalomnak az elbukása, és megerősítette abba, hogy ő el akar innen menni, és még tanulni akar, tehát ő tulajdonképpen tudatosan hagyta el az országot, és mint egy mellékes cselekményként vitte el a filmeket, amennyire mondom én ebben az interjúban olvastam. És az is érdekes még, hogy ő vidéken is forgatott. Hát ebben a filmben csak budapesti jelenetek vannak, de ő mondta, hogy ő eljutott egész Tokajba, akkor Tokaj mellett egy másik városba is, és látta, lefilmezték, hogy jönnek be az oroszok. És nem akarok nagyon előre. Nem, csak azt szeretném kérdezni, akkor most már visszaléptünk a film keletkezéséig, vagy a film jeleneteinek keletkezésébe, hogy arról tudunk közelebb itt, hogy ki, mikor, milyen felvételeket csinált. Én úgy tudom, úgy olvastam, hogy mikor már rögtön az elején, tehát október 23-án abban a véletlen szerencsében volt része, hogy jött valahonnan haza, és a sofőr vitte, és látta, hogy a fiatalok felvonulnak, volt náluk kamera, és elkezdett rögzíteni. Úgy tűnik a filmből, meg talán ez tűnik a történészi leírásokból is, hogy Zsigmond talán az utolsó napokban, tehát a forradalom szabadság harc utolsó napjaiban rögzített jeleneteket, és akkor kérdezném, hogy a vári jelenet, a híres vári jelenet mikor és hogyan készült, és akkor már három egységet be tudtunk azonosítani a film keletkezéséből, vagy három ilyen snitch sorozatot be tudtunk azonosítani. Hát a várbeli jelenet, most a Mindszentire gondolsz. Ugye a Mindszenti, amikor kiszabadították, vagy felhozták a Börzsönyből ezzel a páncélkocsival, akkor tulajdonképpen kényszerhelyzetben volt, mert ott volt összes külföldi stáb, voltak között hangos stábok is, tehát láthatóan magnók, mindenféle különböző szalagos rendszerek voltak ott. Ugye ez jobbára néma filmek voltak, a snittelő híradós kamerák, de volt szinkron kamera is kint, ez egyébként nem teljesen pontos, tehát magyarul látszik, hogy a szinkronját azt úgy utólag igazgatták ide-oda, mert van egy snitnek tűnik, tehát ez egy snit felvétel szinkronban, és az hosszabb is, mint ami oda kerül. De a lényeg az, hogy Mindszentit lényegében belelökték ebbe a jelenetbe, hogy ezt neki meg kell valamit... Igen, kellett zsúfolni, és a legérdekesebb számomra, ezerszer hallottam, hogy miket mond, vissza tudom idézni szó szerint, a mögötte álló embereknek a tekintete. Ki hova néz, mit csinál, mit figyel, ki. Valami olyan tanulmány az az egyetlen egy snit, ahogy a Mindszenti elmondja, meg egyébként, tehát nyilván kicsit közhelyes mondandóját, tehát nem tud konkrétumokat, de ugyanakkor a mellette, mögötte álló a titkára, egy paptárs és néhány kvázi ilyen közeli ember, hogy hogyan reagálják le azt a sajtótájékoztatónyi embert, akik ott állnak mögötte. Tehát tulajdonképpen egyszerre van benne félelem, egyszerre van benne érdeklődés, öröm, és tudják, hogy ez lesz a kulcsjelenete az egész forradalomnak, mert más szinkronban nem szólal meg. Nagy Imrének sincs szinkron felvétele. És hát ez a jelenet egyébként nagyon sok filmben föltűnik, tehát ez egy nagyon híres jelenet,
és Mindszentinek gyakorlatilag nem lesz meg az a második nyilatkozata, amit egyébként ígér. Hát ez a dráma. Na most, hogy a hangra térjünk, és egy mondattal rögtön áttérjek egy kicsit más kérdésre, hogy ugye itt végig narráció van, illetve hát azt kell mondanom, hogy fiktív interjú hangok a háttérben. Tessék? Hát hangjáték mögötte. Tehát magyarul az igazi értéke ennek a filmnek nyilvánvalóan az, hogyha hang nélkül levetítjük, őszintén megmondom, számomra a primér, igazi, súlyos dolog az, ha némán csendben megnézzük. Ezt tessék szívesen egyszer kipróbálni, hogy enélkül az egyébként nem akarom minősíteni, mert a korra jellemző az a dagályosság, vagy az a pátosz, vagy néha túlzás. De gondoljuk ezt végig, hogy ennek az értéke, vagy a súlyossága az a primér szintje, az a legalsó szintje, ahogy kikerült. Egyébként dublékat vittek ki, jelesült ugye negatív-pozitív eljárás, és azonnal kopírozták dub negatívokra is. Tehát azért maradt meg Magyarországon is, azért vihettek belőle az oroszok is el a raktárból le valamennyit, azért maradt meg a Kolonics Ilonának is egy csomó anyag, amit ő aztán elég rosszul használt föl, pontosabban gyalázatosan, és azért kerül ki egy dubneg, amiből aztán végül is meg lehetett csinálni ezt az összeállítást. Most nekem sok szakmai, hát illik, nem illik, kifogásom van ezzel a dologgal, és pontosan a legfontosabb kérdés az, hogy melyik rétege hiteles ennek a számomra ez a kérdés. Azt akkor a beszélgetés ezen a pontján el lehet mondani, hogy ez a film nyilván nem Zsigmond Vilmos filmje, tehát ő az egyik alkotója volt, vagy létrehozója volt az archív jeleneteknek, amelyről, hogyha jól tudom, akkor azt lehet mondani, hogy nagyjából 28 magyar operatőről tudunk, aki ebben az időszakban felvételeket készített, és azt is tudjuk, hogy nagyon sok külföldi tévétársaság, nem csak Lengyelországból, hanem az Egyesült Államokból, Franciaországból érkezett ide forgatni. Szeretném megkérdezni az első kérdésre visszautalva, hogy vajon azok az akkor felvett kortörténeti dokumentumoknak a jelentős része ma hol van, mi az, amit a magyar operatőrök felvettek és eltűnt vagy megsemmisült, mi az, ami kikerült külföldi archívumokba, és az 56-os forradalom során felvett eseményeknek nagyjából, vagy felvett anyagoknak nagyjából mekkora része van belefoglalva ebbe a filmbe, és akkor, hogy befejezzem a mondatot, és ha azt mondjuk, hogy ez nem Zsigmond Vilmos filmje, akkor azt szerintem lehet bátran mondani, hogy ez a film elsősorban dr. Erdély István által létrehozott film, ami sok világnyelven megjelent, ennek a magyar változatát láthatták ma itt a kedves nézők, amely elsősorban egyébként a határon túli, vagy Nyugat-Európába kivándorolt magyarságnak készült. Azt hiszem nem sértő, de remélem megerősít benne, hogy ez elsősorban inkább egy propagandafilm, amelynek a filmes értékét az archív jelenetek megléte okozza. Klára. Én azt szeretném még mondani az előzőekhez, amit láttunk, hogy Zsigmond Vilmos látta ezt az összeállítást, és ő azt mondta, hogy valóban sokan forgattak akkor, de kétségtelen, hogy ebben a filmben nagyon a legtöbb az ő, illetve a Kovács László által fölvett jelenet. És ne felejtsük el, hogy ők együtt mentek el, hogy konkrétan együtt, azt nem tudom, de a disszidálásuktól kezdve állandóan hosszú évtizedekig szinte együtt voltak, állandóan segítettek egymásnak, és még az is érdekes, hogy a Zsigmond Vilmos úgy emlékezett vissza, hogy elég nehéz volt már neki eladni ezt az anyagot külföldön, mert már annyi anyag került addigra ki, de végül is ennek az Erdélyi nevű úrnak eladta, és ebben a zöme az ő felvételük, de vannak mások is, tehát ezt mondta Zsigmond Vilmos. És ami nekem nagyon érdekes, hogy ugye az egész Hunnia elkezdett forgatni, 28 operatőr, és hát végül is ezek az emberek nem voltak haditudósítók,
a szakmájuk szerint, ha egyáltalán van ilyen szakma, de hát van, de tehát elég rizikós volt. És amit még a Zsigmond Vilmos mondott, hogy ő ott volt a pártház ostrománál is, és azt mondja, hogy eléggé a vége felé ért oda, de mint az őrült forgatott, mindent fölvett, és azt mondja, hogy fölvette, amikor akasztják az ávósokat. És hogy ő neki ez aztán lelkiismereti problémát okozott, mert hát ezzel a forradalom, nem tudta akkor ő, hogy veszélyt hoz a forradalomra, de és hát ez egy érdekes kérdés, amiről talán érdemes néhány szót váltani, hogy neki ez, mondom, lelkiismereti kérdés volt, de azt mondta, hogy egy operatőrnek mindent föl kell venni. Mindegy, hogy igazság, nem igazság, ami történik, azt föl kell venni. És hát ez az ominózus jelenetek nem szerepelnek természetesen ebben a filmben. De az biztos, hogy a Zsigmond Vilmosra ennek a haditudósítói szerep, ez nagyon nagy hatással volt rá, és ha nem is több az életművében, mint néhány esetlegesen fölvett jelenet, ő az 56-ot, mint olyat, hát az egész életének egy kulcsfontosságú dolognak ítélte meg. András? Arányaiban nem tudom, de szerintem felénél jóval kevesebb az a snit, ami valóban Zsigmond Vilmos kezéhez, tehetségéhez, személyhez kötődik. De ez nem volna annak az értékéből, hogy kvázi ők csinálták ezt a forradalmat, mivel ahol kamera van, ott a jelenetek sűrűsödnek. Ezt egyébként dokumentumfilmesként tudjuk jól, hogyha megjelenik valahol egy kamera, akkor ott hamarabb, gyorsabban megtörténnek a dolgok. Most nem azt mondom, hogy hamarabb lőnek, nem akarok elviccelni semmit, hanem csak az, hogy sűrűsödik a figyelem is, meg egyáltalán a helyzet fölgyorsul. Hogy számomra miért fontos a primér rétege, és miért engedem sokszor a fülem mellett el a patetikus narrációt. Egyrészt az, mert nagyon sok a közhely benne, nagyon sok a külföldi, kicsit tájékozatlanabb embernek szóló üzenet, hát ugye az egész első harmad az semmi más, mint egy ilyen kis történelem óra rövidítve, és majdnem azt mondom, hogy tényleg csak gyengébbek kedvéért, tehát akik nulláról indulnak magyar kérdésben. De ennek ellenére valószínűleg, hogy egy német iskolában, ahol egyébként vetítették a filmeket, ezt a filmet, majdnem, hogy kötelező volt minden iskolásnak megnézni ezt a magyar filmet, azoknak kellett ez a kicsit egyszerűsített, majdnem naív bevezető a film elé. Na most, hogy hiteles egy dolog 60 év után, akkor azt kell mondanom, hogy itt a rétegeket kell tulajdonképpen, mint egy archeológiai, vagy fotoantropológiai, vagy filmantropológiai dolog lehántani erről a dologról, és lemenni egészen, majdnem azt mondom, hogy a szemcsékig, tehát a muszterig, hogy miből mit teremtett. Itt vannak nagyon ismert, és majdnem azt mondom, unalomig ismételt, vagy fölidézett kismontázsok. Például a Nagy Imre repülőgép fölnéz a ballonkabátos, szóval helikopter. Tehát ott van egy jelenetsor, ami hát soha nem volt így. Hát tudjuk jól, hogy egy dokumentumfilm az interpretáció. És itt végül is ez az érdekes, hogy ez a film minden számomra már naív eleme ellenére is egy erkölcsileg nagyon mélyen hiteles, mert a propagandája morálisan megáll a talpán. Tehát nem hazug dolgot propagál, nem hamis dolgot akar eladni, hanem igazat. Csak mivel a korra az jellemző, hogy túl beszélte a magyar narráció mindig, a dokumentumfilm is, meg a híradó is a filmeket, úgyhogy gyakorlatilag ez az iskola,
ami tulajdonképpen egy furcsa tautológikus filmet hoz létre, hogy mondják is, megmutatják is. Most én, ugye a mai eszünkkel, meg ízlésünkkel inkább úgy gondoljuk, hogy hagyjunk a néző számára megfejtendő dolgokat, és ne mondjunk ki mindent. Itt tulajdonképpen mindent kimondatik, szóban is, képben is, és sokszor jobb lenne, hogyha csak a képre hagynánk ezt a kimondást. Hadd kérdezzek még egy a hitelességgel összefüggő kérdést. Én úgy tudom, azt olvastam, hogy ebben a filmben van olyan jelenet, ami majdnem minden magyar tévénéző számára ismert, ez a bizonyos zászlóból kivágjuk a Rákosi címert jelenet. Én úgy tudom, azt olvastam, hogy bizonyos filmtörténészek állításai szerint ezt Mikó laboratóriumi körülmények között csinálta meg vagy Münchenben, Erdélynél valahol, vagy már Kaliforniában. Bizonyos filmtörténészek azt írják, hogy ők Kaliforniát vélik beazonosítani egy a lámpáról belógó, biztos van valami szakszó, hogy hívják valamiről, ami nem európai vagy magyar szabvány, hanem amerikai szabvány. Tudunk erről bármi közelebbi? A következő, kikockáztuk a diákjaimmal a film minden egyes villanását, megnéztük egymás után, mint fényképsort. Ez rekonstrukció. Perforálva van, magától nem lehet késsel így vágni, hogy az valójában így vágja a körbe, ezt ollóval lehet. Na most nem akarok ebbe belemenni, meg pláne elviccelni. Ez a jelenet olyannyira játékfilmesen megrendezett, hogy az, ami mögötte látszik, azoknak a reakciója, hogy lesz, egy felső gépállásról van szó, hogy ne legyen zavaró azonosítási dolog. A beadása a zászlónak pont a képbe adják be, egy állóképen vagyunk, és beadják ezt a zászlót, és jó helyre adják, nem kell a kamerának mozogni. Na most körbevágják, perforálva, egy ponton látszik is, hogy hamarabb szakad, mint a kés odaérne. Na most ezzel együtt, hogy tudom, és ezzel együtt, hogy hamisítvány, ha durva vagyok, vagy finomabban azt mondom, hogy apokrif dokumentum, vagy pseudo jelenség. Tehát ezzel együtt is, vagy mondjuk egyszerűen, hogy egy kis játékfilm jelenetet beletett, azt kell mondanom, hogy a dolog abban a sodrásban, amiben van, abban a nézőt nem zökkenti ki. Én mindig mosolygok egyet, amikor ide érünk, és figyelem azt a cérnát, ami ott kilóg, de utána visszatérek. Tehát magyarul az igazság és a valóság ebben a kérdésben erkölcsi szinten egyesül, mert nem csak, hogy lehetett volna ilyen, hanem sok ilyen volt, de formanyelvileg teljesen más stílusú, mint az egyébként nagyon puritán és egy kicsit távolságtartó snittek tömege. Ez pedig bemegy. Alig van olyan snitt, ami nagylátószögűvel és közelivel készült volna, tehát újságolvasók meg ilyenek, hanem mindenki egy kicsit, hát telésebben vagy fedezékből, vagy valahonnan vette föl azokat a snitteket. Na most ez még ugye forradalmi hevületben van, tehát magyarul itt még nem félnek a tankoktól, és az arcokat, figuránkat, ruhákat abszolút jól megtervezték mögé, úgyhogy nem lóg ki a dologba. És ma, amikor azt mondjuk, hogy a kreatív dokumentum, ahol a játékfilmes elem ötvözhető, akkor azt kell mondani, hogy megelőzte a korát. Én azt szeretném, mert az András mondta, hogy ő nem véli még a Zsigmond Vilmos tehetségét fölfedezni ezeken a képeken. Na most én nem tudom, hát talán 26 éves itt a Zsigmond Vilmos, talán két filmet forgatott összesen, két vizsgafilmjéről tudunk, amit egyébként nem kapott meg soha, és nem tudom, hogy egyáltalán a főiskolán megvannak-e.
És ő maga is azt mondja, hogy ő mivel fotósnak tanult, fényképész mester volt, hogy őt többször ki akarták rúgni a főiskoláról azért, mert az állóképek voltak, azt érezte sajátjának, és nehezen barátkozott meg a mozgóképpel. Szóval én nem hiszem, hogy ő még itt egy kész operatőr lenne stílusjegyekkel, hiszen ő aztán Amerikában 10 évig, mint egy rabszolga tanulta meg ezt a szakmát a legkülönböző stádiumokon, 2 forint vagy 2 dollár 50 centért laborált, meg csinált mindenfélét, és tényleg ami film létezik, azt filmtípus, azt mindet kipróbálta az oktatófilmtől a televíziós játékig, amíg az első filmjét megcsinálta. Tehát én azt hiszem, hogy ő itt még korán sem volt kész operatőr. Igen, de azt azért gondolom el lehet mondani a film kapcsán, még hogyha azt le is lehet szögezni, hogy ez nem köthető egyértelmű és kizárólagosan Zsigmond Vilmos nevéhez, de amit ő véghez vitt ennek a filmnek a kapcsán, egy 26 éves szegedi piarista diák halált megvető bátorságával fotózta ezeket az anyagokat. Azt is el lehet hozzámondani, hogy az anyagok kiuttatásához is azért nem mindennapi bátorság kellett, hiszen az életével játszott, amikor ezeket átvitte, akár a hátizsákban, akár az autókerében. Ugye azt is tudjuk, hogy Mikónak az apósa az amerikai követségbe hordta be azokat a dokumentumokat, utána, amit az amerikai követség küldött ki a bécsi követségre, hogy Mikó megkapja ezeket, és akkor itt egy nagyon érdekes szál bekapcsolódik a történetbe. Én úgy tudom, hogy azt mondták neki, hogy az amerikaiak, hogy ők ezt lemásolják maguknak, ezt az anyagot. Na, hogyha akkor az amerikaiak nem másolták maguknak ezt az anyagot, amihez Mikó hozzájárult. Vajon, és ez nyilván egy árnyoldala a dokumentálásnak, vajon a magyar karhatalmi szervek a forradalom leverése után a náluk maradt audiovizuális dokumentumokat használták, idézelben hasznosították a saját céljaikra, és tudunk-e arról bármi közelebbit, hogy mi lett ezeknek a karhatalmi szerveknek a birtokába jutott dokumentumokkal? Hát nem voltam ott, tehát Szőcs Istvánra hivatkozom megint. Azt mondja, hogy az utolsó pillanatban még előhivatlan, a labor ott volt a Gyarmat utcában, tehát nem Budakeszire vitték és máshol hívták, ott volt a labor. Olyannyira, hogy a faludi, vagy mindegy, ott azonnal nézték a musztert, azonnal nézték a negatívot, a játékfilmek esetében is így volt, hogy azonnal korrigáltak. Rágyújtották a villanyt, mondja ezt Szőcs egy anyagra, tehát magyarul, hogy volt még vagy 300 méter előhivatlan, és akkor valaki abbeli félelmében, hogy őt rajta kapják, felgyújtotta, vagy véletlenül felgyújtotta a villanyt. Egy csomó film Szőcs elmondása szerint azt mondja, ott volt a polcon, és vártuk, hogy mikor jönnek az oroszok. Tehát mikor jönnek érte. Mert hogy mindenki tudta, hogy forgatnak. A dubléról a karhatalmisták ugye nem annyira képzettek, vagy a rendőrök nem tudtak. Tehát az került ki a dublé másolat. És ilyen értelemben a Szőcs feltételezte 86-ban, amikor én beszéltem vele, hogy azt mondja, kell lenni valahol olyan archívumnak, ami olyan anyagokat is tartalmaz, amit az erdélyi nem vásárolt meg és nem vitte ki, és szerinte ez az orosz archívumokban van meg. Na most ez részéről, hogy mekkora feltételezés volt, én ezt nem ellenőriztem, de azt gondolom, hogy igen. Tehát vannak. A másik óriási veszély, ami a filmkészítőknek az egyik, majdnem azt mondom, hogy őrül dilemmája volt, hogy mi lesz ezekkel az anyagokkal, mert hogy a rendőrség azonosításra használta fel ezeket a képeket. Tehát így szúrták ki a letartóztatandókat, és nem csak Szabó bácsit, aki egy ismert figura volt, és 3 snitten van ott rajta, és valóban januárban ki is végzik már, miközben a Szőcs forgatja amelyiket a 9 közül című filmjét. Tehát magyarul kétélű fegyver. Hát egyrészt dokumentum arra, hogy ők tettesek, és ezek alapján nagyon sokakat el is ítéltek. Most ez lelkiismereti kérdés egyébként ilyen éles helyzetben, de hát nyilvánvalóan azért az első parancs az, hogyha valami történik, akkor egy operatőr az forgat.
És összességében dr. Erdély István szerepét, akinek, hogyha jól tudom, az édesapja is már mozis volt Pest-Lőrincen valahol. Ha jól tudjuk, akkor 46-47-ben ment el Magyarországról, és ha én jól tudom, akkor egy uszájon elég sok anyagot vitt ki Szerbia felé, ilyen elég sok régi a két világháború között keletkezett film anyagát, amit utána jó áron újraértékesített a magyar állam számára. Ugyanakkor létrehozta ezt a filmet, nyilván gazdasági megfontolások okán is. Hogy értékeljük az ő szerepét, akár ennek a filmnek kapcsán, akár az archív dokumentumok megőrzése kapcsán, akár a magyar filmtörténetben betöltött szerepe kapcsán? Én csak ebből a filmből kiindulva, hát kétségtelen segítő szándék dolgozott, amikor ezt létrehozta. Hát nyilván ő se tudta, hogy merő naivitás, hogy bármivel, bármilyen filmmel ő változtatni tud azon, hogy hogy állnak a forradalom ügyéhez a nagyhatalmak. De hát segélykiáltás az a mindenki Máraitól kezdve a Szabad Európán keresztül, mindenki, aki lehetett, küldött segélykiáltásokat hasztalanul, tehát azért ez egy nagyon fontos dolog volt. Na most, hogy jó üzletember volt, az egészen biztos, de aki megőriz bármilyen filmtekercset, az jó ember és fontos ember. Na most, hogy hol lehetnek most az archívanyagok, és mennyi van, mennyi százalék van meg belőle, azt talán a legjobban a Varga János, a Filmintézet, most már sajnos nyugdíjas munkatársa tudhatja, mert ő dolgozott ezekkel az 56-os anyagokkal. És egészen biztos, hogy őt érdemes megkérdezni. Engem pillanatnyilag jobban érdekel most, hogy az archívum anyagai hova fognak kerülni, mint hogy az 56-os anyagok, de elnézést. Mi pár éve beszéltünk erről hosszan Varga Jánossal, és akkor azt mondja, hogy az ő meglátása szerint több ezer audio vagy audiovizuális dokumentum lehet külföldi archívumokba, a BBC-től a CBS-ig, a Patti archívumát, aki átvette, tehát ott is nagyon sok anyag lehet. Ő azt mondta, hogy szisztematikus, átgondolt és fegyelmezett kutatás ezeknek az archívumoknak a magyar vonatkozású anyagainak a megszerzésére vagy áttekintésére nem volt. Ugyanakkor meggyőződése volt, hogy ez egy fontos feladat lenne, hiszen olyan anyagok kerülhetnének elő, amit még magyar szem nem biztos, hogy láthatott. Nem tudom, hogy tudnak-e arról, hogy ebben az ügyben bármifajta lépés, átgondolt cselekvési terv létezik-e? Hát egyetlen egy dolog jutott hirtelen eszembe, hogy a Bokor Péter, amikor a királygyilkosságot csinálta, akkor a Sárasanyival is én, mint ilyen másodoperatőr, ott voltunk, és a Patétól szereztünk olyan anyagokat, illetve láttunk olyan anyagokat, amik vonatkoztak Magyarországra, és nyilván vannak. Tehát ez egy nagy kutatási projekt lenne, erre pénzt kell időt áldozni, meg szakembert. Ami az erdélyi jelenséget illeti, én azt gondolom, hogy minden film, ami megszületik, még a fals hangokkal, esetleg a pátosszal, esetleg a túlzásaival együtt is, ő maga a kordokumentum. Tehát ő nem az igazság, nem a valóság, nem az erkölcsi minden tudás és minden fölött álló quintesszenciája a filozófiai értelemben a világ létének, hanem ő a kornak a lenyomata. Tehát ez a film minden ízében dokumentuma annak, hogy akkor a dokumentumról egy ilyen típusú ember, egy ilyen gondolkodású ember, nem akarom relativizálni az értéket, de értékes. Tehát sokszor azt kell mondanom, hogy a háborús propaganda filmekből Mihály Rom jobban gazdálkodott, a hazug propaganda filmekből jobban megismerte a kort,
mint a steril tiszta dokumentumokból. Tehát minden kép, minden hang, annak a lenyomata, aki azt elmondja, kimondja, és ilyen értelemben akkorra jellemző, igenis jellemző. Tehát igazából Magyarországon is ilyen stílusban készültek akkor a propagandafilmek, és az egész híradó és dokumentumfilmgyár. Megírták a szövegeket előre. Volt ilyen foglalkozás, hogy a dokumentumfilmek szövegírója. És itt ezeket, amit az asszony elmond, hogy milyen érdekes, hogy nem kell gondolkoznom, hogy mit főzek, hát ez egy nagyon jó kis esszé. Nem, egy asszony története, semmi köze tehát nincs dokumentum értéke, de ugyanígy készültek más filmek is, mert hát a technika és a technika és az ideológia szorítója között. Köszönöm szépen, én úgy látom, hogy a nekünk kiszabott időt gyakorlatilag letelt. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönjük, hogy itt lehettünk.